Az interneten hirdetett több százezer forint értékű mezőgazdasági gépeket a csaló. Ketten is bedőltek neki Pakson és Dunaföldváron. Ők a pénz felét elutalták, majd elmentek a megadott címre, de ott nem találták a hirdetőt. Egyre több a hasonló bűncselekmény. A rendőrség szóvivője azt mondja, ha interneten magánszemélytől rendelünk, mindig tegyünk meg előtte egy óvatossági lépést. Mindig ellenőrizzük vissza az eladót, hiszen az internetes oldalakon már vannak olyan felületek, ahol visszaellenőrizhetjük őt, és meg tudjuk nézni, hogy milyen értékelést kapott korábban. A szóvivő szerint akkor is fontos odafigyelni, ha nem magánszemélytől, hanem hivatalosnak tűnő webshopról rendelünk valamit. Hogy abban az esetben, hogyha webáruházból vásárol, akkor mindig utánvétellel kérje az áru kiszállítását, és csak olyan internetes felületen fizessen, amely bankkártyát kér, és biztonságos oldalra irányítja a vásárlót. A szakértő azt mondja, ha valaki csalás áldozata lett, azonnal forduljon a rendőrséghez.